mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, ne vesszen el, hanem örök élete legyen. Mert az Isten nem azért küldte el a fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy a világ üdvözüljön általa. Ma Jézusnak több mint 1 milliárd követője van. A keresztény hit kezdetét 4 evangéliumban jegyezték fel. A többi evangélium más eseményt is elbeszél, ez a történet azonban teljesen Lukács evangéliumából való. Sorjában megírom néked, Derék Teofilus, a kétségtelen valóságot azokról a dolgokról, amik közöttünk történtek. Azokban a napokban, amikor Rómában Augustus volt a császár és Heródes Judea királya, Isten elküldte Gábriel angyalt Názáret városába egy szűzhöz, akit Máriának hívtak. Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál Istennél. Íme fogansz méhedben, fiút szülsz, és őt Jézusnak nevezed. De hogy lehet ez? Én szűz vagyok. A Szentlélek jár át, és megszülödőt, kit a magasságos fiának mondanak majd. Királysága mindörökké tart. Mária pedig elindult Júda városába, hogy meglátogassa unokanővérét Erzsébetet, aki szintén terhes volt. Erzsébet! Mária! Édesugom Mária! Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Amikor meghallottam a köszöntésedet, a magzat a méhemben örömében megmozdult. Magasztalja lelkem a mindenható Urat. És az én lelkem is nagy örömmel újjunk az én Istenemben. Mostantól boldognak mond minden nemzeték. Hallja Názáret minden népe! Augustus császár parancsára népszámlálást fogunk tartani. Galileának és Júdeának minden tartományaiban. Mindenki köteles megjelenni azon a helyen, ahol ősei születtek. Mária is elment jegyesével Józseffel a júdeai Betlehembe, hogy összeírják őket. De már nem volt számukra hely a vendégfogadókban. Egy istálóban kaptak végül szállást. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken, és őrizték anyájukat éjszaka. Az Úr angyala megjelent nekik, és Isten dicsősége körül ragyogta őket. A mai napon Dávid városában megszületett a megváltó, az Úr Jézus. A pásztorok siettek, hogy minél előbb láthassák az újszülöttet. Ők voltak az elsők, akik szétvitték az örömhírt, hogy Mária megszülte a világ megváltóját. Amikor eljött az idő, hogy a kisdedet körülmetéljék, szülei a Jézus nevet adták neki. József és Mária felvitték őt Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak. A templomban volt egy kegyes ember, akinek a Szentlélek megígérte, hogy nem hal meg addig, amíg nem látja Krisztust. Simeonnak hívták. Uram Istenem, most bocsásd el hűséges szolgádat békével a te szavad szerint. Mert az én szemeim látták az üdvözítőt. Ez a gyermek Isten választotja. Legyetek áldottak mindketten.
Miután mindent elvégeztek Mózes törvénye szerint, visszatértek Jeruzsálemből Názáretbe. Mikor Jézus 12 éves lett, József és Mária felvitték Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor elindultak hazafelé, azt hitték, hogy a fiú velük van. Jézus azonban ott maradt Jeruzsálemben. Szülei visszatértek a városba, hogy megkeressék. Csak 3 nap múlva találták meg a templomban, rabbik és bölcsek fogták körül. Kinek a gyermeke ez, hogy ilyeneket kérdez? Názáretből való. Azt hittük, hogy velünk van. Kérlek, bocsássatok meg neki. Aki csak hallotta őt, csodálkozott. Fia, miért tetted ezt velünk? Apád és én aggódva kerestünk mindenütt. Hogy kerestetek? Nem tudjátok, hogy nekem az én atyám dolgai a fontosak? Visszament velük Názáretbe, és növekedett lelkileg, testileg, Isten és az emberek előtt kedvességbe.